Sziasztok, Szesztilinszki vagyok az Aurora Reporttal. Ebben az epizódban a 3.13-as frissítés 5. kártyáját nézzük meg, a küldetéseket, amiben kvantumérzékeny árukat kell szállítani. A küldetés lényege már az elnevezéséből is kiderül, a rakomány nem szereti a kvantumugrást. A leírásban az szerepel, hogy vagy olyan hajóval kell végrehajtani a szállítást, ami rendelkezik megfelelő védőpajzsal, vagy mellőzni kell a kvantumugrást. Nem tudok arról, hogy van-e már ilyen pajzs a játékban, de az biztos, hogy az Aurora nem rendelkezik vele, ezért én a kvantumugrás nélküli utazást választottam. A küldetés során a csomagot általában közeli, azonos légitesten lévő célpontra kell szállítani. Az általam végrehajtott küldetésen Microtech-en kellett felvenni két csomagot, amit két külön helyszínre kellett eljuttatnom. Mivel a csomagok ugyanúgy néznek ki, ezért amikor kézben van a csomag, érdemes megnézni, hogy mi a célpontja, mivel számít, legalábbis régen számított, hogy melyik csomagot hol adjuk le. Miután a csomagok a hajóba kerültek, már csak egy kis repülésre van szükség, és a kvantumugrás hiányát leszámítva ugyanaz, mint egy átlagos csomagszállítós küldetés. A hajó kijelzője a felső részen egyébként jelzi is, hogy kvantumérzékeny csomag van a fedélzeten. Meg is érkeztünk az első helyszínre. A kis csomagautomata pedig be is szippantotta az első ládát. Gyors felszállás, emelkedés és irány a második pont. Érdemes a hajóval minél magasabbra emelkedni, hogy mind üzemanyagot, mind időt spóroljunk, ugyanis a földfelszín közelében korlátozva van a repülési sebesség. Itt is vagyunk a második célpontnál. A gép elfogadta a csomagot, mi pedig megkapjuk az érte járó pénzt. Végül lássuk, hogy mi történik, ha figyelmen kívül hagyjuk az előírásokat, és mégis megpróbálkozunk egy kvantumugrással. A ládák megsemmisülnek, a küldetés sikertelen lesz, de szerencsére az Aurora egy kemény hajó, kibírta az egészet. Ezzel az epizód végére értünk, a következő, 6. részben az idő múlására érzékeny csomagokat fogjuk megnézni. Hosszú és eredményes életet! Szilinszky? 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 Good job, Szilinszky! Yes, good job, Szilinszky!